Hát az közismert tény, most már a múlt héten egy szűkebb Pátriánban, a járásunkban, Rétság járásban egy pedofil eset látott napvilágot, miszerint két férfi egyikük kislányával több mint 10 éven át tartó szexuális kapcsolatot létesített annak 6 éves kora óta, ami nem csak megbotránkoztató, de rendkívül elítélendő is, illetve nemrég ugye volt egy olyan eset, amikor egy tanár azzal kérkedett nyíltan és nyilvánosan az egyik közösségi oldalon, hogy a diákjával vagy diákjaival létesít szexuális viszonyt, akik még nem töltötték be a 18 éves kort. Én azt gondolom, hogy ezek az esetek, ezek arra világítanak rá, hogy nincs eléggé szabályozva, és nincs kellő elrettentő példával sújtva az, aki ilyen pedofil cselekményt követel. A mi hazánk egyértelmű álláspontja az, hogy nem elég a jogszabályi környezetben szigorítani, nem elég az, hogy valaki gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények esetén 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Mi azt gondoljuk, hogy minimum ennek a duplája lenne az az elfogadható, ami ilyen esetben kiszabható lenne egy elkövetőre, de mi a ténylegesen tartó életfogytiglan elő sem zárkózunk el, hiszen azt gondoljuk, hogy a legártatlanabbak kárára elkövetett bűncselekmények, azok a legaljasabbak is. Éppen ezért mi semmi kivetnivalót nem látunk ebben. A kémiai kasztrálás pedig már programpontunk volt, de még a törvényhozás előtt nem sikerült elérnünk azt, hogy ezt beemelje Magyar Országgyűlés a magyar törvényhozásba, viszont több példával tudjuk alátámasztani, hiszen itt Európában lengyel testvéreinknél ez már 2009 óta él, ott nem csak a kiskorúak kárára elkövetett bűncselekmények okozóit ítélik kémiai kasztrálásra, hanem a vérfertőzést előidéző őket is, illetve hát ugye mindenki által a demokrácia hamisan a demokrácia hazáján titulált Amerikában is ez a kémiai kasztrálás ez elfogadott, tehát azt gondoljuk, hogy nincs ebben kivetni való, nekünk is át kell ültetni ezt a saját jogszabályunkba, és gátat kell szabni annak, hogy a kiskorúak kárára még több ilyen bűncselekmény legyen elkövetve, amelynek az egyik legfőbb oka az az LMBTQP fajta érzékenyítés, amit sajnos a közösségi média felületeken kívül most már gyakorlatilag az oktatási intézményekben is láthatunk és tapasztalhatunk, hiszen egész egyszerűen a társadalmat megpróbálják abba az irányba terelni egyes balliberális körök és szervezetek, miszerint ez teljesen elfogadott és teljesen normális. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel szemben pedig zéró toleranciát kell hirdetni.